egy hévízi kitérővel tettem teljesé az egész évemet, készülök egy nagyon komoly megmérettetésre, sport szekció, sportvonal, ez egy triatlon, egy országos triatlon verseny, merre itt találtam meg a legjobb felkészülésemet, ez az én edzőtáborom, Hévíz, itt lehet pihenni, meg itt találtam meg a kirándult vállam, itt visszatette egy orvos, úgyhogy szakmailag nagyon rendben vagyok most, és persze biciklizni is itt tudtam nyugodt körülmények között, és nekem, aki ugye a napjaimat nagyon sok ember hűvkörében élem, nagyon jót tett, hogy a sok-sok edzés mellett, ha kiültem itt pihenni, napozni, a medencében úszni, mert erre is volt lehetőségem, akkor nem nagyon zavartak az emberek, úgyhogy ki tudtam magam pihenni, és fel tudtam készülni a következő edzésekre. Azért mégis jelen van a város, és az élet pulzál, de még sincs az a nagy nyomás, az ember szeretne úgy kikapcsolódni, hogy nem csak aktívan, hanem utána nyugodtan pihenni, akkor ezt itt a helyszínen megteheti, nem csak a földön, hanem hogyha van kedve, akkor fel is repülhet a magasba. Felszálltam egy repülőre, ami nem helikopter, de mégsem repülő, mégis biztonságos, és nekem a tériszonyomat így ilyen formában szinte meggyógyította. Így nyáron téliszonyom van, egyébként meg a magasság miatt tériszonyom, úgyhogy felrepültünk a magasba, és megnéztük a gyönyörű hévízi panorámát, és biztonságban, hiszen látszik, itt vagyok, szálltunk alá, és szálltunk ki a repülőből. Ha szeretném mondjuk este akár itt a Heliosban inni egy italt, ezt a legnagyobb nyugalommal. Van olyan, hogy feléből a 20% kedvezmény, ha bemondják a Harsányi nevet, akkor ezt nem kapják meg, úgyhogy kérjék külön ezt a kedvezményt. Fontos a folyadék bevitel, ez esetben pedig a kivitel is, mert ki lehet vinni a teraszra, az egész tájat láthatja a szem. Egyfajta vizuális feltöltődés is az itt lét, úgyhogy ajánlom mindenkinek, ha erre jár, Hévízen mindenféleképpen álljon meg.